the time we spent together in our prime. We were birds of a feather, different kind. We were laughing through the pain. You were never once so vain. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above. We used to fit like a glove. Hát a Racing Pointok nagyon jó formában, bár most ugye azért Spanyolországban volt egy kis mélypontjuk, ugye jó pár incidens történt velük, de azon kívül igazából egyelőre nem tudnám talán azt mondani, hogy bárki más lenne erre a B-ligára az esélyes, bár majd meglátjuk, még azért nagyon messze van itt a vége a szezonnak. Mit gondolsz, hogy szerinted meg lehet-e fogni ezeket a Racing Pointokat még a szezon átra levő részében? Hát, összességében azt gondolom, hogy szerintem nem lehet őket megfogni. Azért az első négy futamon nagyon biztosan hozták a jó eredményeket. Itt az előző futamon ugye volt egy kis botlás, ahogy említetted, de nem gondolnám, hogy ez állandósulni fog náluk. Aztán meglátjuk. Igen, őket egyébként követi ugye Noko, akin azért úgy lassacskán kisebb lépésekben közelíti. De például ott van Never, illetve Seti párosa, ugye Seti még az előző hét. Nézzük a Racing Point a Speedwine-t. Speedwine is jön, de csak a nyolcadik. Mit csinálnak a Racing Pointok? Nagyon el vannak tűnve, és Tedben még mindig a médium keveréken autózik. Never nincs rossz körön. Hipster a Ferrari-nak megszerzi a pole pozíciót. Most már kíváncsian várjuk, hogy a versenyen is ilyen lesz-e. Seti bejön második helyre, jó formában van. Deadby a harmadik, inkább elengedem. Negyedik helyen Steven, lágy keverékkel. Ötödik Truger, hatodik Never, hetedik Ati. Nyolcadik Ádó, kilencedik Speedwine, tizedik Ford. Speedwine hatalmas nagy meglepetés, a kilencedik csak. Nagyon hamar elrajtolnak a pilóták, és inkább talán Seti ragad be Deadby-jal szemben, ott közben az egyik Mercedes eléggé szerencsésen jön át Atin, és próbálnak egy kicsit interferálni talán. Itt
napközben egymás mellett. Ádú, illetve Forzsi a kaszinónál. Forzsi nagyon kemény volt, és még Ati is eljött Ádú mellett. Forzsi valami elképesztő rajtot vett onnan a 10. hely környékéről. Nézzük, hogy a lőzben hogyan fognak elfordulni. Itt ugye hatalmas nagy... hatalmas nagy... Júj! Hát ez micsoda volt? Ó, azt a mindenit! Mi történik? És beforog, és baleset, és safety car! És elmentek Dermáék! Hát itt mi volt? Jézus Isten! És most jöhet jól Trogernek az eszé! Na nézzük, Speedvine. Ó, most megcsúszik Noku! És ez most egy helyzet lehet Speedvine-nak. És ez egy jó helyzet! Védi a belső ívet! Külső ívről! Neki nem volt... Igen. Nem volt... vesztenivalója. És most ott lesz egy Speedvine. Lágy keveréken, ráadásul frissen. Mindenki friss lágyon lesz. Kivéve Steven, olyan friss közepes. Hát ez hihetetlen, mi folyik egyébként hipster mögött. Mindenki már volt az utolsó helyen, a másodikon, a harmadikon, össze-vissza. Körönként változik, hogy éppen ki hol van. És akkor most mondom neked, hogy... remélem most Deadby megfontoltan fogja megpróbálni azokat az előzéseket. Hát én tudod, miért mondom azt neked, hogy nem. És mert nem. Már nincs veszteni valója. Remélhetőleg azért nem fog semmi galibát okozni. Speedbind már előzi Setit. Egymás mellett vannak a kaszinóban, és meg is előzte szépen. Kicsi kontakt volt, de hát szánytörés nélkül megcsinálja. Nem az első. Speedbind a negyedik helyen autózik már a friss lágyakon. Nem szabad kapkodnia. Most a másik Racing Point van olyan helyzetben, amilyenben az előbb a másik volt. Fú. Nagyon agresszív. És pár ezelőtt még azt beszéltük, hogy Speedvine hol volt? Talán 8. vagy 9. helyen. Igen, és nekem. Megint nem lesz jó neki az a futam ehhez képest. Még akár egy kis szerencsére győzelem is összejöhetne neki. Ahhoz viszont... agresszívabbnál is agresszívabbnak kell lenni, de hát az az esetek 120%-ában szánytöréshez vezet. Viszonylag jól sikerül a kigyorsítás. Jó pozícióban! Csak beijeszt! Nagyon hamar fél. Hipster 3 másodperces büntetés kap! Hűha! Na nézzük! Hipster! Troger megpróbálja, ő úgy tudja, hogy nincs büntetése még Hipsternek. Itt nem próbál mindenki, mert hallja le egymást a pályáról. Hipster pályán nyer! Trogernek is volt büntetése, ne vernek még több! Speedvine! Harmadik! És Ádó! Negyedik! Azt a mindenét! Tucat safety car, illetve VSC után. Hínye! És újra Ferrari a dobogón. Dobogó legfelső fokán. Másodjára, a szezonban. Azt hiszem. Pszichó volt még ugye előző, előző hétvégén az áligában. Ja, illetve Dennis nyerte még meg Kínát. Arra gondoltam. És ha azt nézzük, azért 6 futamban így megnyert 2-t a Ferrari, ami nem olyan rossz, de ezek mellett nem igazán tud meg semmilyen eredményt felmutatni. És még így is bőven le vannak maradva. A többiekről. Így van. Itt közben a végeredmény. Hát nagyon-nagyon sok büntetés. Oh,
Nagyon szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát elérkezett a mai nap, elérkezett az MPR Racing Series-nek a következő futama, versenye, verseny hétvégéje, vasárnapja, vagy lehet tovább ragozgatni, aki szeretné. Ugye mai nap Kanadába látogatunk, de ezt már az előbb elmondtam. Egy nagyon érdekes pálya, nagyon közel vannak a falak, nagyon magasak a rázókövek, egy hiba, és már mész a falba. Úgyhogy nagyon komoly, nagyon higgadt versenyzés kell ahhoz, hogy valaki normálisan végig menjen a pályán. Egyébként meg egy jó pálya, szóval én is szeretem, csak azt nem szeretem, amikor megcsúszok természetesen. Itt lesz velem a mai nap ugye csapattársam, akivel vezetjük az említett előző videóban a tabellát, ugye Monaco után, bár most én vettem át a vezetést, remélem, hogy így is marad a szezon végéig. Illetve itt lesz velünk a versenymérnökünk Blokk is. Úgyhogy visszamegyek hozzájuk, és akkor hamarosan kezdetét veszi a kanadai nagydíj. Azt még érdemes elmondanom, hogy a futamot követően én egy Windows újratelepítést tervezek, ami azt eredményezi, hogy lehetséges, hogy már az este folyamán nem lesz semmilyen live, úgyhogy leghamarabb is csak valószínűleg vagy hétfőn, hát hétfő este, bár még az sem biztos, lehet, hogy kedden. Kedden lesz legközelebb live. Sajnálatos módon választottam az autót, választottam. Úgyhogy elég durva, mert vannak ilyen kis mikrodropjaim, illetve hasonló kis finomságok, amik versenyzés közben hát nem jönnek túl jól, úgyhogy ezeket valamilyen szinten meg kell orvosolni. Én a Windows újra telepítése miatt vagy újra telepítését követően várom a megoldást, de lehetséges, hogy valami teljesen más beállításbeli probléma hátráltat engem már futamok óta valamilyen szintén. Ugye Monakóban nekem nagyon lag volt, nagyon óvatosan kellett mennem, azért is törtem részben sokat a szárnyamat, de hál' Istennek utólagosan az FIA elvetetőlem 5 másodpercet, így megnyertem a B ligának a monakói nagydíját. Na, nem húzom tovább a szót, visszatérünk a srácokhoz, úgyhogy hamarosan kezdetét veszi a kanadai nagydíj, jó szórakozást mindenkinek! Na, halló! Csak. Tfú, az erotikus beköszönés. Igen? Az igaz, az igazi. Pornó sztár hang. 13-an leszünk, hát az kurva jó. Még napul jön elvileg. 14, az egy postás szerintem. Ez postás, igen. Ez postás. Hát még Nokó elvileg kijön. William Zeki Ádámnak a csapattársa. Belgold, nem? Ja, igen. Igen. Hát ugye az Alfában most van egy üres helyegon. Helyén, meg Ákos nincs. Ezek szerint ma. Nokó. Nokó nekem fel sincs. Geri, ugye Denisnek van valami a lábával, meg Totyi. Halihó, hát köszönöm. Nap 14, Totyi.
Azt még én eltűrm. 13 az már kevés. 14-re már azt mondom, hogy úgy vagyok én. És még ugye... Nakut. Várjuk, vagy hát... Neki akkor... kéne még inni a jelzet. Nakut, nekem nincs fenn. Nekem is távol van. Akkor... Mi a tak... Mi a taktik? Nekem soft, mad soft. Fú, igen, Zoltán. Hát, én úgy gondoltam, hogy soft, mad, vagy mad, soft, majd látom. Akkor neked a rajta egytől fogja. Soft, mad, az hogy? Melyiket soft, mad, soft? Az hogy? Simán. 8. 8-9-ig soft, med 25-ig. 25-től 35-ig pedig soft. Legyen úgy. Biztos, hogy lassabb, mint a med, soft med. Biztos, hogy lassabb. Hát ahogy érzed. Én mondtam neked az előbb, hogy... A 60%-on már mindenhova ez, mentem, csak egyenesen... Tehát a 6.-6. körtől egy másodpercet esik vissza azonnal. Tehát... Minimum. Akkor legyen dupla med. És az bárhogy számolom, most van, hogy 8-10 másodperc lesz. Nem bánnám indulna, ha lassan már. Az lassan, hogy 8-10 másodperc lesz, hogyha csak a két lány esetopot nép. Plusz még ugyan hatványozott kopás a csúszás miatt, számoljunk akkor egy tízessel, és akkor ugyan, és akkor gyakorlatilag jó pár másodperc a hátra vagy, mint hogyha két med, ezt csak nyomná. Nem, de ezt te tudod. Akkor megpróbálom dupla medet. Én nem kopik annyira a gumi, csak... Veszít a tapadásba. Ami meg egy másodperc. Hogyha kijössz az ötödik kör végén, felteszel egy medet. Már 14-en vagyunk. Másodperccel gyorsabb köröket fogsz autózni. Magyarul, hogyha az ötödik kör végén kijön valaki, te meg mondjuk a tizedikbe ugyanazt mondtad, hogy mennyi adtál? 9. Jó, kijössz a kilencedikbe, az alsó hangon minimum 4 másodperc. Kijössz a medre. Maximum. Egyet, kettőt visszabírsz hozni, kettő másodperc, ő kijön megint a mély, majd megint hoz rajtad jó pár másodpercet, és mire felérsz, addigra el fog fogyni az a második lány. Jó, akkor megpróbálom dupla medet. Indulhatnánk már amúgy. Két közvetítő készen áll. Igazából aki meg idáig... Na, Monaco online lett, hát... Vigyeld a busz. Nem, csak viccelek. Szépen beszélj, Norvika. Norvika? Zolika. Ki jutott már eszedbe? Nem tudom, én Norvika. Ja, nekem nem is ismerősöm Nokó. Mi a fene? Ja, de. Na, kapta az imbe. Időmérős tempommal nem vagyok annyira megelégítve, versenyel meg pláne nem. Hát... És ilyen túlélős lesz. Az néha nem, nekem sem jön össze amúgy. Ennyi pénz, Dedi. Hát lejöttem szépen. Futamon nagy átlagba. Ez nagyon jó kérdés, fogalmam nincs. Zoltán? Mert én 12-13 alatt szórom. Ja, akkor 13. Hát 13-on belül tudok jönni szerintem. Medekem fixen jövök olyanok az. Mehetünk. Bejött? Írt. Vagy hát Márkó írta, hogy mehetünk. Hát de nem jön ez a... Nem tudom. Még online első indítottál, akkor így jártál, fiam. Majd beesik, akkor futamra. Ha jön egyáltalán. Ja. Akkor a kérdés, hogy jön? Igen, ne érzed. Remélem nem fog laggolni. Békén hagyhatna. Na akkor voltam. A szélárnyékot azt úgy csináljuk, ahogy délelőtt vagy délután gyakoroltuk.
Csak eső ne legyen. Léci. Csak hadd, hogy izé, vagy... Na, hogy mondjam, ne legyél annyira közel a ráfordító után, mert... Az gázos volt egy kicsit. Az egyenés közepére már ott voltam a nyakadban. Jó. De meg majd lehet jobb lenne, ha egy kicsit hamarabb belengednél, mert lehet, hogy egy kicsit visszalassuljál, és lemaradja, hogy ne kelljen annyira megnyomnom a levezetőt. Az oknit cseréltem, mert a délelőtti zoknám az kicsit széjjel volt nyúlva, aztán mászkált a lábamon, és nem volt jó. Ennek meg lyukas a sarka. Hát mondom, akkor így álltál. Úgyse a sarok a lényeg van. Hát easy lenne, hogyha nem lenne ott a fal. Na, nézzük. Semmi, semmi. Felhő, felhő. Már abból bármi lehet. Jó, akkor indulhatok? Mennyi? Hoppá. Kérdés, a végére ki fogja sütni a nap? Hát jó. Úristen, mindenki a boxról kifele. Nem is tudok állítani emberkét. Szörnyű. Ezek a gombok. Na. Nagyon rossz már a váltónak a gombja. Arra van ugye állítva, ami a fene. A menük közti tudsz. És itt égetek egy kis üzemanyagot. Megpróbálkozom egy üres térbe helyezkedni. Még ezt a két házt elengedem. Utána jön valaki? A Merci, de azért csak most ér a sikánhoz. Jó, van, gurulok. Még ne gyere. Most kezdtem el csak az egyenest. Lassú leszek, mert well, hipster is itt lassúzik. Nem, jó kell lesz, mert ugye el kell engednem mindenki. Jó. Jó lesz az úgy. Hát én elmegyek akkor, hogy hipster itt lassúzik. Már kezdem. Nagyon jó, szuper. Tizenkilenc szimulás első. Jó. Kis kasi. Jó lesz. Jó első kör volt. Ha. Úgy hallom, hogy csak megnyomtad ezt a követés gombot. Köszönöm a követést, üdv a csapatban. Úgy megijedtem a követéstől, még meg is csúsztam. Köszönöm a követés, bárki volt. Turbo volt. Kettes szektorban mondjuk maradt egy jó 2000.
Köszönöm a követést, üdv a csapatban! Jó lesz, lassítsak! Alakul, jó. Nem volt a legjobb, bocs. Hanyadik? 6. Nem volt a legjobb. 10 alatti. Ebben maradt 8 szívim. Hát meg még a szélárnyékot is számoltam, mert elég szar volt. Igazából az a baj, hogy amikor elengednek, akkor nekem nem marad csak helyem. Normálisan kigyorsítom. Lehet, hogy Ridge-be voltam, nem Max-ba. Ja, mert nem voltál? Hmm. Ja, én szoftól jöttem ki. 2 szoftos kört jössz. Dehogy is. Ja. De akkor egyen nem fogok tudni húzni. Úgy nem adná a taktika. Ugye te most már nem fogsz rajtolni? Nem. Hello, hello. Hol most nem értelek még. Biztonsági kört mentem csak. Jó van. Akkor most elindulok. Mert elsőnek úgyis azt a közepest fogják felrakni, ami az új. Másodjára rakják majd fel ezt. A 3%-ot. De hogyha bejön a safety car, akkor kell nekem egy zsírúj. Nyilván a lágy. Esetleg, ha szükség lesz rá. Borzasztó első szektort mentem, ott kaptam egy másodpercet majdnem. Borzasztó másodikat jöttem. Csak 3/4-et kaptam. Hát utolsó sem. Nekem 18 hét, emlékeim szerint nekem a legjobb első szektorom. Aztán... azt dobom el a középső. Gambox 8-8-ot jött volna a lágya. És kellett. Nem még elengedem őt is. Majd úgy csinálj, mert Pirelli táblána majd elengedve. Tényleg kell egy kis út. És hát addigra majd feltekerem egyenesből a kocsit. Fokozatosan, és akkor... úgy jó lesz. Csak ívre kell majd. Motorhűtés. 130 fokos a motor. Checks complete. We're ready. Heten vagyunk, de jó, maradjatok már futam végig. Az első vagy a második Pirelli tábla? Második szerintem. Oké. Okay. Vagy a kettő között. Köszönöm. A húva anyádi. Sies. Itt húz meg ebbe az egyenesbe. Orvis második lett volna. Elkeg. Nem hiszem, hogy sokat értél vele, de... Már el is fékeztem. Ebben nem összevítés. Menjél be.
már. Hát... bejöjjek? Menjél. Nem úgy lesz javítás. Nekem már nincs több lágyom. Vagyis egy van csak, na. Decent next-et kaptam a kurvanyjára. A korv és gembóz gyors lesz. Igen, mondjuk Ádám zavar. 671 ezredre van tőlem, úgyhogy medekem van. De medekem futott a legjobb körét. Az első szektor volt 1/15 verek mind. Gunbox van most körön. Akkor most várjunk a végéig, Zoli, vagy te mész még egyet? No, nem tudom. Időbe belefér, hogy te menjen még egyet. Igen. Ha Gunbox 2/10, de hát másféle lassabb most az első. Most tolnak be. Jó, hát indulj. Elindulsz, aztán majd amikor jössz vissza, én akkor elindulok. Jó. Ez egy pont, aki fog jönni szerintem. Hasonló középső, mint nekem. Gunboxnál. Igen, most mások. Három, majdnem 4/15 tőlem. Összperszre fel is érsz. Bébét még most biztosan fogok jönni, mert nem elég napos hozzá az idő. Horvis 3/10 kap az elsőbe tőlem. Egyelőre. Hát egy fél... Hát 1/15 a másodikban. Valami csörög, ez egy donét. Ha nem nyersz, kérem vissza pénzem. Csíjas vissza.
Ha nem nyersz, kérem vissza a pénzem, olyan tudom én csak kaptam. Ennyi. Hát akkor azt utalhatod is hozzá. Siess. Zef küldte, amúgy. Ó, köszönöm. Kedves Zev. Jó szar követett a kurva, mi nem? Baj, gyere. 3,5 van még hátra. Új, ez egyesen? De szerintem meg lesz. Elindulok, jó? Jó van. Na. A csikó. Ha másfél perc, szóval a vég előtt nem érek fel, vagy nem indulsz el, akkor hagyjuk a szélárnyékot. Jó van. Hát, Zev ez jó donér volt. Tetszett. Na, merre jársz? DRS zóna, első. Jó van, kiérek. Én is. Ja, ezt akartam. Előtted? Senki. Megjöttem mondani. Are you ready? Let's go. Csivel, egy Red Bull. Indulj. Már indulok. Oké. Okay. Hát a házat betartott. Na. Köszönöm. Elvette. Nem baj, ezért befejezem. Ne húzz meg, csak engedj el majd valahol. Eldobtam. Szóval maradtam. Eltaláltam az egyik kanót. Á! 5 rajthelyest kaptam. Ezért lehet kérni restartot? Mi csinálta? Hát pálya közepén megforogtam, és eltaláltam az egyik kanót. Hát akkor még kéne kapnál érte. Akkor még a kolivant is fogsz kapni a kövi rogybe, amúgy. Baszki, de én például hogy kérek már restartot? De miért? Hát nem akarok 6-ról rajtolni. Ha első maradok, persze. Ez a bizottságot nem érdekli. Ilyen esetben. Na Zoltán, siess vállak. Mindig megúszik ezekből a szarsikánkozók. Nagyon rossz köröm vagyok. Elvettem. Nem akarom nincs. Nem pozz meg, ilyen nincs. Mindig egy kurva Renault-val lapadok össze valahol. Hát az ilyen. És neki. A kivevét azt felejtsétek el, az már nem él. Milyen új lehetőségeim lesznek, hogyha... Na. Hogyha elérem a partner státuszat, olyan lehetőségek lesznek, hogy...
Na várjál, most nem is jut eszembe semmi. Hipster se lesz lassú. Hát olyan, olyan dolgok, amik most még nem elérhető. Szóval a partnereket ugye előrébb hozza a Twitch. Na biztos nem kérhetnek Crashit? Illetve... Kérdezz, de ezzel nem fogsz kapni senkitől. Na erre. Senkitől nem fogsz kapni. Ezért megpróbálom. Teljesen szürreális kérés. Hát zártak nézőszám az most 2 szokott lenni mostanában. Úgyhogy azt még a 75-től soká vagy. Annak tudottál, hogy láttam egyébként. Meg amúgy sem. Na mindegy. Szavasz, Nikolász. Hát elég szerencsétlen volt ez az időmérő. Hát azért a negyedik helyre oda kukászottam volna magam. Kérdezem. Na mindegy, majd a verseny hátra. Mi az, hogy nem értetted? Ezektől a sikánoktól félek egyébként, kurvára. Ezek nagyon dobálnak engem. Hát megforogtam, aztán arra kaptam. Stay out of trouble in the first few corners, then we can see what our pace is compared to the rest of the field. Jó van. Na, mindjárt jövök. Hát akkor 6. Én passz ki. Egyet értek vele. Kurva életbe bozz meg. Azt írja, hogy ha az a triplével kétszer kell lassan leszek. Tudod, mikor jössz? Szerintem 7. fogok jönni. Zoltán? Zoltán nincs ez. Remélem elindította a 2 perces mérőkéjét. Szerzek egy poltmozgat és visszadom a 6. helyet. 52 000, de jött volna rosszabbat mögött a tipszer egyébként. Tudom, látom. Gyors orrfújás. Na. Tomi tipp, hogy hogyan ne dobáljon a sikán? Melyik sikám? Hát az összes. Utolsó sikám. És ne dobáljon. Hát eldob. Hát... magától. Én igazából... korrigálás miatt nem megyek a falba. Teljes mértékben érzésre veszem ezt azokat a sikánokat. Mondja, vakon mész bele az összes jó formát. Te nyomtál rá, Zoli? Én. Ja. Totálisan érzésre veszem a sikánok. 3 néző, jaj! 4 elmentek. Jújj, hall a pénisz. 4 elmentek szörnyen. Merev a kuki. Aj, bassz, nem hiszem. Na jó, csak nem kéne ütközni. A 4. hely. 5. kell rizgalmasabb rajtolni, mint az elsőről, nem? Hát, szívesebben rajtolni kell elsőről, már nem azért. Szevasz, Márton. Hát, jó, remélem, Gildas. Steven mindig itt van a környékemen, hát ez hihetetlen. Hanyas front brake-et használsz? 56. Én is. Diffi?
60. Nekem is, így van. Hány fokra melegítsem a gumit kb? Külsejét. Tomi. Hány fokra melegítsem a gumit? Belseje legyen 80. 8 körül, az jó lesz. Ja, oké. Okay. Belseje a lényeg. Na, sok sikert. Neked is. Ja, nincs hólyagosodás, ezért belseje a lényeg. Na, azt már megelőzzel. Iha. Nem kéne törnöm a szárnyom. Hát én is arra vágyok. Nagyok. Ez az. Ádám, nagyon küszköd. Kicsit beleugoltam, baszki. Ádám pörög. Roger is meg van egy erőre.
Hoppá. Kicsit megcsúsztam. Elég sok üzemanyagot égetek. Istennek tört a szárnyak. Hipsternek? Uh-huh. Hossza. Hol van Never? 11. Szolita, hol vagy? 8. Utolsó lágyozzon. Kör végé lehet kijövök. Baj alá vágok. És megpróbálok. Körönként egy MTM, mivel már jobban. Már nagyon csúszkálok. Twice az első. Látom. Nem. McLaren Márkó jött még mögöttem. Szelnet állítottam, jól van. Hanyos? 5-ös. Feltekerni a motort, nagyon. Mindent. Most kitap, ki kéne taposni az autóban mindent, hogy eléjük mennyi. Kopi. Első warning. Ha kijönnek egyáltalán ebben a körben. Hát hogyha nem, az innentől már gyorsabban mérjünk. A megnyomás azért kell, hogy biztos eléjük, gyerekek. Orvi 3 szekund. Oké. Okay. Jöttek. 3. Twice hipster maradtak. Bassza meg. Házos jött ki. Jó, elkaptam Steven-t, bassza meg. Azt hittem nem jön. Tört a szárnyod? Mhm. Uh-huh. Megvan Gunbox. Na, ezért kellett megnyomni ezeket jobban. Jó, akkor hívsz szerintem, már simán megnyomok.
Főleg, hogy hipsternek felszállni van. Nem kapott 5 szekest a Steven? He? Nem kapott 5 szekest a Steven? Szerintem kapott. Nem láttam. Nem toltam már annyira csak. Az a gáz, hogy szeken belül van. Gunbox. Második warning. Hipster kemény. Nem box nagyon rajtam van. Most el fog szerintem menni. Nem, tartalék van. Hipsternek már mindig törött a szár. Nem cserélhetett el. Nevert feltétlen meg kell előzni. Tudom, az lesz majd érdekes. Most egy körig szerintem megmenekülök Gunbox-tól. Ha meg tudom előzni. Nevert. Nagyon jön Gunbox. Még egy köré megvan Gunbox. Úgy tűnik. Pati 3 szek. Okay.
let's get into mix 3 ASAP. Van melyik Ferrari-nak töltőszalma? Tipster, egy van csak. Márkos háromszög. Gunbox kaphatna már egyet. Háromszög. Szerintem majdnem el is dobom. Most értünk fel viszont Totyira. Most csak ettől 12 körös madám van. Bajnokok fala. Most kellett a kanyar csúcsponton fékezett. Utolsó. Ah, jó! Köszönöm szépen! Meddekre jöjjek ki? Mert törött a szárnyam ki. Kopni fog az. Benn marad mondjuk 4 körül 18-17 kört kibír. Ha kibírsz meden, akkor ha úgy érzed, hogy kibír a 16-17 kört, akkor gyere normális tempóba. Muszáj lesz. Azt a kurva mi van SC. Mert mi történt? Ez nagyon komoly volt. Totyi jött hátulról, ezt meg... akart jönni a boxba, és telibe verte. Most így elmentünk gangboxra a safety car mellett. Az elsőt várja. Tudom. Te mi elment? Gangbox. Ki az első? Api. A Renault az első. És már kiállt, fogadjunk. Én nem itt van előtt. Ő is most fog kijönni. Figyelj, én kijövök szerintem. Jöjjek akkor? Hát én jönnék valamiért, igen. Med lesz az. Az baj, most megint előzzem kell. Hát, igen. Száncsere miatt.
ott végig megy. Azzal a hárdal, amit feltett. Mi? Mondom, lassítok, hogy minél több idegre jön bent a safety car. Attit, Trogert, Horvit, a pályán kell megelőzni. Tudom. Zoltán, tehet-e szívességet, ha feltartjuk? Zoli előttem van. Második Zoltán. Kicsit lassítok, hogy minél később érjük be a safety car-t. Indokolat a lassúság és büntetendő. Hát 2.50-nel megyek. Azt nem néztem, hogy hol vagy a pályán, csak mondtam. Baszki, ez egyenes meg 2.70-nel. Baszki, már jönni is. Na most kell reménykedni még egy SC-ben. Előttem csak hardosok vannak? Meg Gunbox maybe mond, de ő még jön. Aha. Na akkor még, viszont még jó vagyok. Igen, na azt hiszem negyedik vagy. Úgy, hogy Steven és Marco se jön többet. Ahol a safety car van, ahonnan lehet előzni. Hát amikor elindítja. Célegyenestől lehet előzni, csak. Nyugodt a célegyenes. Mint zöldre változza, azt mondtuk ezzel. Betettem volna Horvi mellé. Három körük nincs délre. Tudom. Hoppá, Renault falhoz ért. Hipster háromszög. Most ott itt meg kell fognom. Megvan a tip. Hát, Marco. Max
Access fuel weighing is down. Set the fuel mix to low 3. Let's push. Mi más mehet mentek át a izén, sikán, de még így sem bírok rá ükenni. Megvan, Horvi. Még kettőt. Azt hiszem, már két warningom van, 3 szek után. Igen, boss, 3 szek. Egyébként én valószínűleg 6 szekkel fogom így befejezni a versenyt. Ha nem többen. De elsőt jöttem. Box box. Új 100%-osak a gumik. Végére. Jobban fog tapadni Trogger. Tudom. Az van, hogy spórolnom is kéne megnyomni is. Pedig el kéne menni. Tudom. De akkor spóroljak a gumikkal? Elmész és utána spórolsz. Ha el tudsz menni. Mennyire menjek kb? Mennyire csak lehet. Hát egy 3-4-re el kéne. Olyan kevés. 10-ek begondolkoztam. Akkor minimum egy 5-öst. Valamik az sem biztos meg lesz a 3-4.
Driver Behind. Az én 3-4-ben azt be lehet osztani. Bazd meg! Akutam maradt azóta. Nincs büntim, két warning van. Előttem szerintem mindenkinek van. Két-három hardos meg kéne előzni, mi hamarabb. Jó. Tehát Horvi és Marco legyen meg. Már akkor tört a szárny, talán. Jut eszembe, Tugának van egy 10 szeke. Amit FC alatt kapott. Ha jól emlékszem. Meg tudnád őket előzni, Zoli? Meg. És az a baj, hogy egymásra nyitogatják a DL. Ha VB-t nézed, akkor tök mind jó formán mit csinálsz most. Ha VB-t nézünk, akkor Nevert kell megverned csak. Ő meg a 9. Egyszerűen hiszem el, hogy nem. Ott lennék gyorsabb, ahol nyitják a dél. Akkor ott közeledjél rájuk, ahol nem nyitják a dél azok. Hát csak ott már nem nagyon hibázni. Ugye ott nem annyira lassabb, mint... Tapadás. Márkónak van törve a szállni a faszom. Horvi 3 szek.
kutyám. Nem tudom, már próbálkozni. Nem voltam előtt a hangigazán. De ott szokta rántálni, már kétszer eljött. Azért is nem mentem be mellé, mert tudtam. Én erre is korolod. Hát nem látom. Viszont az a nagy büdös helyzet, 8 köre van Gemboxnak feljönni egy friss médiummal a 9. helyre. Minimum 1 másodperce gyorsabb mindenkinek körülként. Hátulról csak Gunbox a szél. Még Gunboxnak van bünti, nem? Igen, de kurva gyors lehet. Szóval mondjuk jobban tudod megmondani, hogy mennyi van. Én? Hát tényleg meg tudom nézni. Van egy büntje és kettő barnagja. Ki a fene vezet? Hipster, médiumon. Hoppá! A fasz történt itt. Összeakadtam. Valószínűleg itt szóval még jobban elmész. Ati 3 szek.
Gamebox 5. Zoli. Szép. Szép volt. Nem boxol kell menekülni. Nem hinném, hogy Horvi el fogja engedni. Valószínűleg elengedi Horvi, igen. Mondom, nem hinném. De elengedte. Csába. Új gamboxok is már lassan jön a második olyan több büntetésre. Egy, már egyet sébálszhat, egy különben repülődünk. 19% erre se van. Kicsivel jobban állsz. Hipsternek mennyi bünti van? 3, ha jól tudom. Nem tudom. 2, 3, 9 hektár. Mi történt? Megúsztam a kigyorsításon. Hat szeken belül kéne jönet Hipsterhez. 6,6-ra vagy most kb. 6,7. Egész egy. Haton belül vagy. Morvi, kösz. Már fú 3. 6 és félre kikerültetek. Kikerültél. Nagyon csúszkál, Hipster. Hat egy. Hat nulla. Rossz 9, bent vagy. Hat nulla.
6-0. Nem lett meg. Meg lett. Megnyerted a futamot? Meg. Menj már. Menj már. Jó, akkor Gamboxnak is kétszer. Csak a Zolika. Az izéje. Hát bazd meg Zolika. Nem. 29 ezred. Bazd meg. Meg 68. Bamakolja a fiamereket is. Nem hiszem meg. Az az egy három szek nem lett volna. Még jobb lett volna. Sziaszt, már 29 pontra vagy, hogy mennyire? 30. Orvú után ki jött? No, nem tudom. Ákos talán. Vagy igen. Nem. Ati. Ákos itt se volt. Ati. A Renault Ati? Jött utána. Speedline, Hipster, Gambox, Never, Horvi, Ati. Várja, ki volt Horvi mögött, azt mondjad akkor. Horvi mögött, Ati. Akkor 8 pont. Igen. Ati 7 Márko. Várja, csak keres. Hol geci vagy? 9 szeki volt a Hipsternek, azt a kurva jó. Ádám 8. Truger 9. Várja. Ádám 8. Igen. Az 4 pont, igen. Truger 9. Igen. Dani 10. Ki a leggyorsabb? Az... Várja, mert nem lehet. Majd live-ból visszanézed. Steven, nem? 11 hét. 11-7-19. Nem, 11-7-12. 12. Szép, akkor nem kap senki. Sírok. Hú, srácok, izgalmas utam volt. Köszönöm szépen a gratulációkat. Egy GG mehetne a... Csetbe, bár nem sok mindenkinek van olyan emótja, de mindegy. Hú. Hú. Brutális. Na jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hát én megyek nem sokkal interjúzni, azt már nem szeretném lelájkolni, mert dolog az idő. Hát én köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, és végignézte a futamot. Nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt is behúzni, úgymond. Köszönöm szépen Zevnek az $1, hát Istennek nem kell visszaküldenem. Úgyhogy nagyon fasza. Én köszöntöm szépen a figyelmet, majd érkezem nem soká, csak rendbe kell rakni a gépet, egy pár napot igénybe fog venni, úgyhogy sziasztok!